Újra jelentkezik műsorunk, a Mi Portánk várja Önöket. Ezentúl két hetente hétfőn, a híradó után várjuk nézőinket. Kezdésként egy kis visszatekintést mutatunk, hiszen a nyár folyamán számos olyan helyen jártunk, ahol főszerepet kapott a gasztronómia, a kultúra, a vidék és a nyugdíjas korosztály fényében. Induljunk is útnak, irány Zalamerenye, ahol júliusban hagyományőrző rétesütést tartottak. Hagyományőrző rétes sütést szerveztek a helyi lakosok Zalamerenyén még júliusban. A program célja az volt, hogy a fiatalok is megismerjék a közkedvelt sütemény elkészítésének lépéseit. Az eseményen 20 tepsivel sütöttek a gyúrtésztából készülő finomságból. A zalai dombok közt megbúvó kis faluban folyamatosan azért dolgoznak, hogy a település ne váljon kiöregedő, elhagyatott községgé. A vezetés mindent megtesz ennek érdekében, a lakosság pedig partner minden egyes rendezvényen. A júliusi program célkitűzését Zalamerenye polgármestere fogalmazta meg. A mai nap a helyi értéktár, régi emlékek bemutatása, a fiataloknak, ezeknek az emlékeknek hagyományőrzés céljából történő bemutatása. Ezen kívül, mivel nem csak tárgyi emlékek vannak, hanem gasztronómia is, a rétesütés mesterségét és annak fortéjait mutatják meg az idősebbek, a fiataloknak, és reméljük, hogy a későbbiekben egyéb más hagyományos ételek készítésében is meg tudjuk ezt tenni. A polgármester elmondta azt is, manapság könnyebb bemenni valamelyik nagy áruházba és megvenni a félkész terméket. A rétes már nem úgy készül, mint egykor. Saját, gyúrt tésztából, saját gyümölcsből. A falu lakói között többen voltak, akik Herodek Miklós mellé álltak ebben az ügyben is. Minden településnek megvan a jellegzetes rétese, az asszonyoknak pedig a titkaik is. Általában hagyományosan túrós káposztás réteseket csinálunk, meg darás rétes, de azt mindig az éppen érő gyümölcsökkel szoktuk megszórni. Hát a rétes tészta a készítésének nem olyan nagy titka van, csak annyi, hogy nagyon jó ki kell dolgozni a tésztát, és akkor kicipózzuk és pihentetjük, és akkor utána még türelem kell hozzá, tehát a nyújtáshoz nem lehet elkapkodni a tészta nyújtását. A titkok még mindig rejtve vannak, de a rendezvény létrejöttének okát kameránk előtt is megosztotta Berkenyés Lászlóné. Tulajdonképpen a zalamerenyei népdalkör volt az ötletadója ennek a rendezvénynek, a mai napnak, csatlakozva az értéktár megnyitásához, bemutatásához, ugyanis a zalamerenyei népdalkör a népdal éneklésen kívül egy nagyon jó kis közösség. Célunk és szívügyünk a régi hagyományok felelevenítése, illetve megőrzése a dalokban, a ruhákban, hiszen népviseletben lépünk fel, necben, gyöngyös necben, aminek a készítője Eta szintén gyönyörűeket készített, majd lehet ott bent látni. Felöltöztettünk ott bent egy babát is népviseletbe, így kapcsoltuk a mai hagyományos rétest a hagyományos népviselethez és a egyéb kiállítási tárgyakhoz, régi használati eszközökhöz, fotókon meg elevenített régi népszokásokról. A kulturális gondolatok után térjünk át a gasztronómiára, az eredeti, hagyományos rétes készítés titkaira. Az összefogásról faggattuk Berkenyésnét. Szakács köztünk egy sincs, csak házi asszonyok vagyunk, valamennyien, heten vagyunk a népdalkörben. De még segítettek, kik segítettek még? Még hárman, négyen úgy körülbelül csatlakoztak hozzánk a segítségben. Hát, hogy hány tepsi rétes készült? Hát közel a 20-hoz én azt gondolom, hogyha összeszámoljuk. Mert ugye folyamatosan sütöttük, kiürült, kivágtuk, tányérba raktuk, újból töltöttük, és most még fog készülni. Ugye, amit bemutatjuk, hogy valójában hogy is készül, és ugye itt kiderült, hogy tulajdonképpen Merenyén élünk, két család,
nem egyformán készíti azt a bizonyos rétes tésztát sem, ami hagyományos rétes tésztának mondható, mert a technikában más van. Et a gömbbe, pihenteti egy picit, a lányok ott az asztalon kisodorják egy picit, és úgy pihentetik, tehát de ettől függetlenül ugyanaz a gyönyörű és finomság készül belőle, mint amit megkóstoltunk már. Szinte minden zalai településnek, a legutolsó kisfalunak is van saját rétese, ez biztonsággal állítható. Gondoljunk csak például a tócerdahelyi totyogós rétesre, de a sor innentől kezdve végtelen. Bíztunk abban, hogy Zala merenyének is van saját specialitása. Tényleg nagyon-nagyon spontán, és adta magát a dolog, ugyanis a rétes nyújtáskor keletkezik rétes végeszéle, amit leszedünk. És ezt újra hasznosítjuk, vagyis valamilyen más formában elkészítjük, és tényleg csak úgy egy villanásként jutott az eszembe, hogy csináljunk belőle úgy, mint a, mert ugyanis az a tészta már keményebb, tehát azt már nem tudjuk olyan szép vékonyra kinyújtani, mint az alaptésztát, ezért kitaláltam, vagyis tényleg csak úgy eszembe jutott, hogy sodorjuk ki, ezt a kisodorta az én találmányomat, és megraktuk káposztával. És úgy szereteltük fel a felsodort tésztát, mint a kakaós csigát, ugye ezt mindenki ismeri és kedveli, olyan technikával felszereteltük, kisütöttük, de ahogy kinyitottuk egy kicsit ezeket a kis szereteket, olyan lett, mint egy rózsa, és ez lett most a merenyei, minek nevezte, káposztás rózsa, de ez spontán így neveződött el, tehát itt születik egy hagyomány esetleg. A következő percekben maradunk a gasztronómiánál, jellegzetes nemzetiségi kultúrával karöltve. A Zala megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat még a nyár derekán hívta az érdeklődőket egy olyan fesztiválra, ahol az autentikus roma zene mellett az igazi roma étkek kaptak főszerepet. Alkalommal rendezte meg azzal a megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Roma Gasztronómiai és Kulturális Fesztivált a Csónakázó tónál. A boglácsokat helyenként féltve őrizték az ételek készítői, míg a hozzávalókat sem mutatták meg, de stábunknak, amit sikerült kideríteni, a versenyre készítettek velős, gombás, csülkös pacalt, vargányával megspékelt marhalábszárpörköltet és lecsóspörköltet is. A csapatok között természetesen képviseltette magát a kanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat is. Nagyon finom étel készült el, amit mindenkinek ajánlanék, mert egy nagyon finom, hát úgy tudom, hogy még vargányát is tettünk bele, de azt mondják, hogy kifelejtették a vargányát, de egy lábszárpörköltet készítettünk, ami különleges fűszereket tartalmaz. Mi nagyon szeretjük mondjuk a majorannát, de van szárított paprika is bent, ami nagyon megspékeli az egész ételt, úgyhogy elég sok minden belekerült ebbe az ételbe, és nagyon finom lett, legalábbis úgy érzékeljük, az itt jelenlévők nagyon sokan állnak, és akkor viszik el a pörköltünket. Kiskanizsán laknak az én rokonaim, és ott mindig termesztenek olyan paprikát, amit az Alföldről kérnek, tehát palántaként, és abból mindig el szoktunk lakni, és úgy daráljuk mi le. Tehát mi az étel ízesítőt, azt nem tört paprikaként, hanem darált paprikaként tesszük bele, és szárított paprikaként tesszük bele a pörköltbe. Az ilyen darabos, és sokkal jobb íze van, és a színe is nagyon jó annak. Még teszünk hozzá saját magunk szintén ledarált és kis eszettel megbolondított paprikát, ezt szintén vele tesszük ebbe pörköltbe, és ez adja az alapanyagát és az alapértékeit ennek az ételnek, hogy másabb íze van, mint egyébként a sima hagyományos paprikával. Eddig tehát hallhattunk egy-két titkot, mitől is volt jó és ízletes egy-egy elkészült étel a fesztiválon. Viszont a bográcsozás hangulatát nem lehet visszaadni,
Ezt a következő percekben megerősíti Teleki László. Két dolog, ami különlegesebb egy ilyen bográcsos ételfőzésnél. Az egyik mindenképpen azt gondolom, hogy más ízeket ad ki a bográcsnak a léte, és a másik pedig a közösség, aki itt van, és kóstolnak menet közben, és jó hangulatot teremtenek. Ez a kettő fűszerezi meg egyébként azt, hogy jó ételek készüljenek el. Nem ugyanaz a hangulat, mint hogy otthon egy konyhába, akár a feleségem, akár én magam, én is szoktam elkészíteni ételt. Nem ugyanaz. Egy nagyobb társaság van, jobb a hangulat, barátok köz vagyunk, régi munkatársak között vagyunk, régi civil szereti egyesület elnökökkel vagyunk, és ez mindenképpen megfűszerezi azt az ételt is, amit itt kóstolhatunk, mert sokkal jobb és sokkal szívesebben főzünk, mint egyébként a hétköznapokban. A szaftos, fűszeres, ízletes étel mellé pedig kell a kenyér. Ha úgy tetszik, és mivel Roma fesztivál volt, a cigány kenyér. A mi vidékünkön punyaként ismert ez az eledel, máshol bodag, vagy éppen vakaró az elnevezése. Váradi Istvánné köztudottan szakértője az eredeti cigány kenyér elkészítésének. Régen nem volt, cigányok vándoroltak, és nyilvánvalóan, ahol megálltak, ott próbáltak maguknak is kenyeret készíteni. Hát nálunk ez a punya az itt látható. Igaz, hogy kevés van belőle, mert mindenki ezt tette, mert nagyon ritkán csinálnak most már, de régen a cigányoknál ez volt a kenyér, mert liszt az mindig adott volt, sütőport azt általában próbáltak, vagy szódabikarbonával szokták készíteni, és akkor nem kell hozzá semmi öndöngösség, mert a só, a liszt, a víz, és akkor a sütőpor vagy szódabikarbonával csinálják, és az általában mindig szokott lenni a cigányoknál, és akkor azt tudtak kenyeret csinálni. Minden ételhez volt ilyen kenyér, tehát ez adott volt. Igaz, hogy régen, ugye most sütőbe sütjük nyilvánvaló, de viszont annak idején hamva sült pogácsaként ismerték, mert régen ugye a vándorlás során tüzet raktak, ahol éppensége rájuk esredett, és akkor ott tűz, lement a tűz, a parázsba ott meg tudták csinálni, a hamuba a kenyeret meg tudták sütni, és akkor tudtak fogyasztani kenyeret. Tehát ezért különleges ma már a fiataloknak, főleg ennek a generációnak, mert ők nem látták, hogyan készül, nem tudják, hogy milyen, és akkor ilyenkor mindenki ezt szeretné enni, mert hát nyilvánvaló kíváncsiak rá az ízére. A júliusi rendezvény nem csupán egyszeri alkalom volt a szervezők szándékai szerint. Szeretnénk kibővíteni ezt a kört, nem csak roma nemzetiségű önkormányzatok részvételével, hanem nemzetiségünk a horvátokkal, németekkel. Idén is meghívtuk őket, de sajnos egyéb elfoglaltságok miatt nem tudtak részt venni. A rendezvényen viszont jövőre már civil szervezeteket is szeretnénk bevonni, és nem csak roma civil szervezeteket, hanem polgárőrséget, rendőrséget, megyei rendőrkapitányságot, Vöröskeresztet, Máltait, aki létezik, és megyei szintűre természetesen kiépíteni a rendezvényt, mint ahogy ebben az évben is, az első alkalommal is átléptük a megyét, Somogy megyéből is vannak itt ugye nálunk. Az Iharosi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület jelen van a főzőversenyünkön, ezért úgy gondoljuk, hogy valószínűleg Dunántúra fog kiterjedni ez a rendezvény. Minél szélesebb körbe szeretnénk, hogyha ez a hatalmas terület itt mondjuk megtelene, lenne egy 100 főző, és akkor ez Kanizsa védjegye lenne ez a főzőverseny. A rétes készítés és a roma gasztronómia után a bajcsai nyugdíjasok következnek mai műsorunkban. De eláruljuk önöknek, az ízek most sem maradnak ki az összeállításból. Megtartották generációs napjukat a bajcsai nyugdíjasok, és az otthon készített sütemények mellett a krumpli prósza illata lengte át a környéket.
mindenki kérdezte, hogy már lesz egyáltalán, megtartjuk, mi lesz? Mondom, várjatok egy kicsit, még itt lesz az augusztus, akkor majd tesz, hát ugye ehhez kellett a vadásztársaság is, hogy mikor szabad a terület, amikor nem zavarjuk a vendégeket. Úgyhogy most sikerült, hál' Istennek az időjárás is jó, úgyhogy most egyelőre minden összejött, aztán szeretnénk jó érezni magunkat. A városrész nyugdíjasai most már hagyományosan minden évben megrendezik ezt a találkozót, amikor nem csupán a klubtagok és a Rezedák dalkör asszonyai vannak jelen, hanem rokonok, barátok és ismerősök. Igazából az a cél, hogy együtt legyünk. Tehát, hogy most a karantén után nagyon jó érzés az, hogy így együtt vagyunk a gyerekek, unokák, nagyszülők. Ez mindennél többet ér, hogy a friss levegő, az erdőszél, most éppen nincsenek szúnyogok se, úgyhogy mindenképpen az, hogy az összetartozás. A nyugdíjasok vezetőjeként, illetőleg a Rezedák vezetőjeként hogyan látod, fölélegeztek már a nyugdíjas társak a karantén után, vagy illetőleg a járványhelyzet után? Én úgy gondolom, hogy annyira nem félnek már, mint eddig, de remélem ez így folytatódik is, mert félelemben nem lehet élni. Tehát mindenki megteszi azt, ami elő van írva, és itt a friss levegő meg gondolom nem lesz probléma. Marcin Jenőné, Gyöngyi még azt is elárulta, az elmúlt évek törekvései meghozták a gyümölcsüket, hiszen egyre többen kapcsolódnak be a rendezvényszervezésekbe, érkezik a fiatalság, sőt, a férfiak is kiveszik részüket a feladatokból. Nem csupán segítenek, néha még nagyobb feladatokat is vállalnak. Ez a generációs napon is megmutatkozott. Az az igazság, hogy felvállaltuk mi férfiak azt, hogy megcsináljuk a krumpéprószát. Ez nem a hagyományos krumpéprósza, hanem az a krumpéprósza, amit mert mostan az az igazság, hogy sok fűszerrel készül, mert a régi öregek annak idején csak simán a krumpit lereszelték, hozzátesztek lisztet, meg az az igazság egy kis sót, és akkor ebben már elég volt, a család jól lakott vele, de mi is most már úgy igyekezünk, hát elég sokan vagyunk, aztán igényesek a fiataljaink, teletettük fűszerekkel az egész mindenséget, ami azt jelenti, hogy szinte hihetetlen, most az ember furcsája, hogy tojást kell beletenni a krumpiprószába. Igen, mert az állaga miatt meg gyönyörű szépen sárgán egyformára össze tudjuk ezért is sütni az egészet. Látni lehet rajta, hogy tessék megnézni, hogy aranysárga színe van neki. A bors miatt ugyanúgy kellett hozzá a bors, a só, meg akkor a fokhagyma, amit belepaszéroltunk, hogy jobbabb kezden, és akkor utoljára meg a zellerért, a zöldséglevelet jó apróra össze van vágva, és akkor azt teszik bele, és ez van összekeverve, és egy fél órát összeérik az egész, akkor olyan kellemes, jó ízt ad az egész mindenségnek, úgyhogy nagyon kell, tetszik kóstolni, hogy milyen finom volt, úgyhogy igyekszünk finoman, jól, szépen, formásan, egészségesen kiszolgálni a vendégséget. Az egész munka természetesen nem hárult a férfiakra, a krumpli pucolásban, minden egyéb előkészületben a bajcsai lányok, asszonyok is segítkeztek. De a tárcsa mellett serénykedő két férfi büszkén vállalta a feladatot, egyikőjük sem mozog ismeretlenül a konyhában. Otthon is szívesen segítek nejemnek, meg itt is ajánlkoztam, sőt én ajánlottam ezt, és a Gyöngyinek úgy megtetszett, azt mondta, akkor csak legyen ez, azt mondja, már én csak egy kevesebbet akartam kóstolót, de azt mondja, akkor legyen mindenkinek. Aztán itt a Jocó barátommal vállaltuk ketten. Készít. Van-e valami különleges specialitása ott Bajcsán? Most látjuk, hogy különlegesen készül a krumpliprósza, de egyszer már ugye az idősek majálisán is nagyon különlegességekkel készül. Ennyire közel áll a gasztronómiához? Hát igen, vannak különösebb régi parasztos ételek, mint a sterckánica, dödölle, ilyeneket szokok csinálni otthon is. Meg az az igazság, hogy abban a régi szegény világban mindenki úgy igyekezett, hogy a család hamar jól lakjon, és gyorsan megcsinálták, mert az öregek egész nap kint voltak a mezőn este gyorsan, hogy a gyerekek, a család, főleg ott, ahol 10 gyerek volt, hogy jól lakjanak a gyerekek, akkor egyszerűen gyorsan, nagyszerűen ez meg így laktató. De annak idején nem olajban, már természetesen nagyon drága volt, hanem zsírba sütötték, és akkor az az igazság, hogy ebből jól laktam. Mert menet közben emlékszem rá én is, mikor pici gyerek voltam, mert alig vártam, hogy az anyám megsüsse a krumplikószát, egyik kezemből a másikba dobáltam át, hogy minél előbb próbáljon meg megsülni, és akkor hát olyan jó üzen ettük, és jó volt, hát jó volt abban a szegény világban, mert az az igazság, hogy Otthon még szokok csinálni, akkor még egy kis módosítást is szokok. Sütjök szalonnát, kisütöm pörcökre, és akkor még a pörcöt is belekeverem. Nagyon finom zamatot ad neki még ezen felül.
A vendégek, illetve a klub barátai között találkozott stábunk Karosi Lászlónéval, aki nem csupán a Napfény Rákbetegek Egyesületének elnöke, hanem az idősügyi tanács vezetéséből is kiveszi a részét. Szoros, régi barátság fűzi a bajcsaiakhoz. Én nagyon szeretek eljönni ide, most már több éven keresztül mindig meg vagyok hívva, és örömmel jövök, meg nagyon jó időt fogunk ki, mindig ez nagyon sokat számít. Most nincsenek szúnyogok, ennek örülünk legjobban, és tényleg rendesek ezek a lányok, nagyon tetszik nekem a táncuk, illetve az énekük, az énekkaruk. Mondhatom azt, hogy a klub kezdete óta járok hozzájuk, akár a műfházba, akár ide, akár kirándulásra, tehát mindig öröm velük lenni, nagyon szeretem őket. Ugye ez a korosztály annyira együtt van, talán az, hogy mindenki nyugdíjas, tehát nincs különbség, mindegy, hogy most orvos, mérnök vagy akárki van köztünk, itt mindenki egyforma, és az a tenni akarás, hogy én ezt sütök, te azt sütsz, én idejövök, te is jössz, tehát egyik ember vonzza a másikat, és egymás között nagyon jó a hangulat, jól érzik magukat, tehát ez olyan családias, hozzák most is a gyerekeket, jöhetnek az unokák, ki mit csinál, mindig elmeséli, tehát egymásra odafigyelnek, meg érdeklődnek egymás iránt is, tehát látogatják egymást elég sűrűn. Nagyon jó kis családias hangulat van itt mindig, öröm idejönni. Összeállításunk végén egy pillanatra ugorjunk vissza a férfiak sütési titkaihoz. Miért is volt akkora sikere a sokféle otthonról hozott finomság mellett a férfiak által készített krumplis prószának? Mindegy 15 kg krumpli lett meghámozva, lereszelve, és menet közben még a fűszereket tették bele, hogy jó összeérjenek az ízek, és akkor hát mert a férfi munkának tartottuk azt, hogy tárcsán így kint, sokkal jobb, ízletesebb kint a tárcsán megsütni az egészet, mint például, hát elhoztam azt az ománcos érzét edény, de valahogy én éreztem a különbséget, azt, hogy kint a tárcsában szabadban azért nagyon finomabb, sokkal jobb, kellemesebb íze van az egész mindenségnek, ahogy most sütjük. Persze. Az az igazság, hogy most rá vagyunk kényszerülve, hogy gázzal fűtünk, de máskülönben elég jól egyformán tudjuk megsütni az egész krumpli prószát, úgyhogy egyenletesen tudunk. Fát azért úgy mondja, mert egyszer beáll is csak gáz, akkor folyamatosan egyenletesen ég a gáz, és akkor nem kell attól félni, hogy kicsit előbb sül, vagy ráég, vagy mit tudom, be van állítva a gáz, és akkor egyenletesen tudjuk sütni a krumpli prószát, úgyhogy reméljük, hogy ízlik a csapatnak, bár eddig még nem volt semmi probléma, mert elég sokan idejöttek, és mondták, hogy nagyon finoman készítve, úgyhogy íz lett nekik. Hát most az az igazság, hogy megvan sütve a krumpli, és akkor tejfölel megvan kicsit hintve a teteje, illetve kenyve a teteje neki, és akkor úgy kellemes, jó ízű, szinte kellemesen lehet beleharapni, szinte ropog az embernek a szájába, és olyan kellemes, mikor úgy van megpirítva aranysárgára, hogy ilyen ropogós, finom, jó ízt ad az embernek a szájába. Végezetül következzen egy kis kultúra. Még júliusban tartott koncertet a Tüttő János Nóta Klub a Gesztenyefák árnyékában. A 20 éves jubileumát ünneplő csapatnótái most önöknek is szólnak. A Kanizsai Kulturális Központ felkérésének tett eleget a Nóta Klub. A rajongók, a magyar nóta kedvelői szép számmal jelentek meg a mozikertben. A 20 éves jubileumát ünneplő csapat 33 örökzölddel örvendeztette meg a rajongóit a pandémia utáni időszakban első alkalommal. Tavasszal szerettük volna ezt a koncertet megtartani, de a pandémia miatt elmaradt, és nagyon örülünk a Művelődési Ház felkérésének, hogy most együtt ezt is megtarthatjuk. Hát végül is most 20 évesek vagyunk, és ez jubileum kötelez bennünket, hogy város népének, a város szeretett közönségünknek egy kis nótaszót, egy kis vidámságot hozzunk ide a árnyékába. Hogyan sikerült készülni erre a mai alkalomra? Hát nagy lelkesedéssel készül a csapat, majd remélem visszaadja a koncert a munkát, amit belefektettünk. Hát nagy lelkesedéssel, nagyon szívesen jöttünk ide. Én mindig is a Kanizsán örömünnepünk, ha itt van lehetünk, és a mi közönségünk előtt énekelhetünk. A-tól Z-ig emlegetve egy-két esetleg jól ismert darabot, mit hallhat itt a közönség ma? Hát nem sorolom fel, már 33 nóta hangzik el, lehet, hogy 34. Nóta, andalgó,
csárdás, gyorsabb csárdás és egy gyors csárdással fejezzük be a blokkot. Azon kívül lesz 5 szólistánk, aki énekel, és ezt vegyítjük. Kórus, szólista, így lesz. A koncertet megelőzően nem csupán az együttes vezetőjét, hanem egy-két tagot is sikerült kameránk elé állítani, illetve megszólaltatni. Köztük volt Varga Gyula úr, akit sokan nem csak a Tüttő János Nóta Klubbal ismernek, magyar nóta szeretete viszont minden ismerőse számára jól ismert. Ő is elmondta, mit jelent számára az első fellépés sok hét kihagyása után. Azt hiszem, nem használok nagy szavakat, ha úgy mondom, hogy majdnem olyan, mikor mindig egy kedvelt család összekeveredik, vagy összejön a rokonság, mert ezt már hónapok óta várjuk, és nálunk ez egy ilyen megszokott, szinte majdnem, hogy törvény volt, hogy a csapat este, reggel, délben mindig tudjon egymásról. Így is fenntart a kapcsolat köztünk telefonon, vagy személyesen, ha éppenséggel találkoztunk valahol, de ez a szereplés, ami most már 20 év óta mögöttünk van, ez már nagyon hiányzott. És igen, örülök neki, hogy odaidott Magyarországon ez az egészségügyi téma, hogy valamilyen formában elkezdhettük. Remélem, hogy nem lesz lefújva ez a dolog, hogy folytathatjuk tovább, mert akkor ma igen furcsa lenne, hogyha még egyszer belásnék ebben a nagy akadályba. Tehát bízunk benne, és vannak tervek, vannak meghívásaink is, ezeket meg szeretnénk megfelelni, úgy, ahogyan eddig megfeleltünk követelményeknek. A Nóta Klub tagjai egyöntetűen hatalmas örömmel és lelkesedéssel álltak a hálás kanizsai közönség elé. A csapat szólistái az állítást csak megerősíteni tudták. Halljuk egyiküket, akit még a koncert előtt sikerült megszólaltatni. Az az igazság, hogy jó eső érzéssel készültem, és valóban készülni kell, mert hát azért az nem működik, hogy egy ideig az ember csak úgy el van a nóta nélkül, és az, főleg a szöveg ugye az egy fontos dolog, meg a dallam is természetesen. Hát ez olyan, hogy most ma este remélem megvacsorázunk a tapsáltal, mert ugye hát egy nóta énekesnek, egy színpadon lévő embernek a taps a vacsorája. Aztán minden ki fog derülni, remélem, hogy jó hangulatban, jó csapat van tulajdonképpen. Nem új csapat, de a régiek mindent tudnak, majdnem. Köszönöm szépen. A közönség, meg kanizsai közönség, azt hiszem, erről olyan sokat nem kell beszélni. A kanizsai közönség az egy jó közönség. Egyszer régen otthon voltam, boldog asszony napján. Szép gyermekkorom kerestem, öreg házunk táján. Mert megpróbált ez az élet, rossz emberek, lányok. Pedig mindig jót akartam, emelt fejjel járok. Az az igazság, hogy én szerintem ez a magyar nóta iránti szomjúság, ez már vele született dolog. És tudjuk nagyon jól, hogy főleg akkor, amikor nem csak a harmonikával, hanem akkor, amikor cigányzenekarral van egy előadás, azt szinte nem lehet elfeledni. Az bent van a fejbe, a fülbe, és az arra mindig emlékszik mindenki. Tudja, hogy az a klarinétos mit csinál, az a cimbalmos mit csinál. Itt meg nekünk tudni kell a Lajossal együtt kommunikálni, énekelni, mert ő tudja ezt a dolgot. Hát persze, így ezt könnyű elmondani, de amikor ott a színpadon produkálni kell, akkor, és főleg a közönség olyan ismerős dalokat is hall, ami ott van a szívébe, meg a fejébe. Most lesz egy olyan is majd. Majd megkérem őket, hogy énekeljék velem együtt.
Most még a lélek, így szép az élet, soha nem is érhet vége. Szeretlek téged, és arra kérlek, mulassuk át együtt ezt az éjszakát. Az ígéret szép szó, ha betartják úgy, esküszöm, hogy vigyázok is mindig rá. Nem egy csalás, és nem is ámítás, csak te kell leszékem, és nem más. Most velem élek, de szép az élet, soha nem is érhet vége. Műsorunk végén búcsúzom Önöktől, Ami Portánk két hét múlva hétfőn ugyanebben az időpontban várja Önöket. Viszontlátásra!